Jászapáti labdarúgását mintegy két évi szünet után újra szervezték. Az idei bajnokságban a felnőtt csapat mellett két utánpótlás gárda mérettette meg magát a megyei bajnokságokban. A felnőttek a harmadik osztályban másodikok lettek, így az ősztől egyel magasabb osztályban szerepelhetnek majd. Köszöntöm nézőinket! Önök a Lelátót, a Jászsági Térségi Televízió sportmagazinját látják. A Lelátó témája jászapáti labdarúgása lesz. A stúdió beszélgetés után pedig felhívjuk a figyelmet egy sportrendezvényre, nevezetesen a Jászberényben rendezendő strandfoci bajnokságra. De először nézzük, hogy ki lesz a ma esti vendégem. Jászapáti labdarúgó csapatának újraszervezésében mindenképpen Tajti József volt NB2-es játékos vállalt nagy szerepet. Ő toborozta a felnőtt és utánpótlás csapatba a játékosokat, és mint vezetőedző tevékenykedik az egyesületnél. Köszöntöm tehát a stúdióban Tajti Józsefet, Jászapátiról. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Szervusz Tibor, üdvözlöm a kedves nézőket is. Nos, arról fogunk beszélgetni, hogy hál' Istennek Jászapátin kettő éves szünet után újraindult a felnőtt labdarúgás. És ebben te, mint a bejátszásban is láthatták a nézők, óriási szerepet vállaltál. Nehéz volt újra toborozni a társaságot, Józsi? Az igazság, hogy ugye két éves szünet volt Jászapátin a felnőtt labdarúgásban, és 2016 őszén kerestek meg, még akkor a más régebbi elnökség volt, ugye Pető Béla elnök úr vezetésével, és a város vezetése, polgármester úr Farkas Ferenc keresett meg, hogy a felnőtt futballt vissza szeretnék állítani Jászapátin, aminek én személy szerint nagyon örültem, de azt is lehetett tudni, hogy az első egy év arra fog rámenni, hogy fölmérjem azt, hogy egyáltalán ki lehet számítani, hogy elindulunk egy nagypályás bajnokságba. Ez egy éves edzés volt úgy, hogy nem volt bajnokság, de hál' Istennek úgy mondjam, hogy eleinte azért létszámban ez meg is mutatkozott, de szép fokozatosan ez azért fejlődött fölfelé. Igen, többször voltam kint nálatok, és örömmel tapasztaltam, de gondolom te még jobban, ahogy ment előre csapat, és azért jöttek a vereségek, mert jöttek a eredmények, mert vereség szinte csak egy volt, ha jól emlékszem, igen, hál' Istennek, akkor egyre jobban mentek hozzátok a játékosok. Igen, ezt úgy mondanám, hogy két részre bontanám ezt a dolgot mindenféleképpen, mert ugye legelső körben az volt meghirdetve volt Jászapáton is, hogy bárki, aki szeret futballozni és nagypályán szeretne játszani, az jöhet hozzánk és csatlakozhat edzések keretében. Utána viszont tavaly nyáron is 20-25-ös létszámok voltak edzésen, ami szerintem óriási dolog, akárhogy nézzük, akármilyen osztályról beszélünk. És két év után? Főleg két év után, ami ugye az eleinte még engem is volt, aki megmosolygott, hogy télen az edzőpályán ott a 3-4-en edzettünk, de azért szép fokozatosan ment fölfelé, és tavaly nyáron azért már egy 25-ös létszám is volt edzéseken, ami szerintem óriási dolog megye 3-as szinthez képest. Igen. Említetted a polgármester urat és Pető Bélát, a volt HS elnöket. Rajtuk kívül lehet-e még olyan szemét említeni, aki segített, vagy azt mondod, hogy aki csak a labdarúgáshoz valami köze volt, mindenki segített? Ezt így is lehetne fogalmazni, de természetesen ugye ki kell, hogy emeljem még mindenféleképpen, amikor ugye megkerestek engem, akkor egyből a Budai Pistára gondoltam, mint régi intézőnk volt, aki már több mint 40 éve jászapáti labdarúgás szolgálatában van. Ő nagyon sokat segített, és nem beszélve az új vezetőkről, a mostani jelenlegi VSE elnöke Lencse Attila és Zsidei Gabi, aki óriási segítségemre volt mindenféleképpen. Ők a napi munkába természetesen óriási gondolat segítettek, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy csak mondok egy egyszerű példát, külső segítségeink is voltak, hál' Istennek, mind szurkolótól, bezárólag teljesen a polgármesterig. Csak mondok egy egyszerű példát, minden egyes mérkőzés után, hál' Istennek, hazai mérkőzésekről beszélek, ott állandóan volt vacsoránk, és azt mindig felajánlotta valaki, és ez is egy óriási segítség volt a csapat számára. Ezzel el is ismerték a csapat teljesítményét, hogy vacsorára hívták őket már, mint a támogatók. Így van. Mert egy jó társaságot lehet hívni egy jó vacsorára. Hát ezt úgy szokták mondani, hogy legalábbis én elméletem szerint, hogy úgy kezdődik egy labdarúgó csapat élete is, hogy először öltöző.
és az öltöző után viszont van maga a hétközi munka, az edzések, vannak meccsek, és utána van még egy harmadik fél idő, ami az is nagyon fontos ahhoz, hogy egy összetartó csapat legyen. Igen, na most én úgy tudom, azért mert ugye beszéltünk róla korábban már, hogy volt az őszi szezon, és volt a tavaszi, mint minden labdarúgó pályán a bajnokságban, és az őszi szezont arra használtátok, hogy megépüljön a csapat, tehát egy vázat alkossatok? Így van. Az ősszel teljes mértékben az volt a fő célunk, amit megfogalmaztunk a városvezetéssel és a sportvezetőkkel egyetemben, meg velem egyetemben, hogy tisztességesen ki tudjunk állni, mindig létszámban meglegyünk, el tudjunk menni idegenbe, és nem beszélve pluszba az utánpótlás csapatok is, ugye azok is fel legyenek állítva, és ott is létszám gondjaink ne legyenek, és mindig el tudjunk menni. Én úgy gondolom, hogy az első fél év erre nagyon jó példa volt arra, hogy tegyük fel 31 játékos lépett pályára az első fél szezonban. A második fél szezonban már 24 volt, de akkor már egy kicsivel másabb célok is voltak, de attól függetlenül edzés látogatottságban is az én úgy gondolom, hogy megyei szinten nem rossz helyen végeznék létszámban. Igen. És azért is volt jobb a második félidő idézőjelben ugye a szezon, a tavaszi bajnokság, hogy az elsőben nagyon jól szerepeltetek. Ez meglepett téged, vagy hát azt csinálta a csapat, meg ott végzett, ahol te gondoltad? Az az igazság, hogy ugye volt, aki mondta nekem, vagy úgy baráti beszélgetések is voltak, meg ugye néznek a beszélgetések, és akkor mondták, hogy hát könnyű dolgod van, mert hát vannak az olyan játékosok, akik már játszottak magasabb osztályban, NB3-ba is volt, aki játszott. Na de viszont én erre azt mondtam mindenkinek, hogy azért meg kell nézni, végig kell menni a létszámon, és meg kell nézni, hogy itt nagyon sok játékos még nagypályán se játszott. Igen. Tehát volt, hogy ifibe, serdülőbe játszott nagypályán, de viszont felnőtt öltözőben még nem volt, és azért, hogy el kell mondjam, körülbelül a 40-50% ez így volt, és ugye ővelük is megértetni azt, hogy ez egy közösséghez tartozni azért nem rossz dolog, és abból meríteni, hogy az ő úgymond az ő tapasztalatuk is kell hozzá, mert hát természetesen azért a nagypálya futball azért azért másabb, és próbáltuk a Igen, azt mondtad nekem, hogy elejében a srácok rutintalnak voltak. Ugye a kispályához szoktak, iskolafocihoz szoktak, gruntfocihoz szoktak, és nem értették, illetve értették, csak nem tudták végrehajtani még akkor a nagypályán szokott dolgokat. Elfáradtak, nem úgy alakították a helyzeteket, ahogy kellett. Ez így van, ez egyértelmű, tehát meg kell ízlelni, meg kell szokni azt a légkört, ami nagypályán van. Ha a labdarúgásról beszélünk, meg a nagypályás fociról, az teljesen más, mint egy kispálya. Azt át kell élni, és úgy szerez ember tapasztalatokat. Az ember a focipályán, amit elkezdte gyerekkorától, tapasztalatokat szerzett össze, természetesen az edzők, akik ott vannak, segítették az embert, de az, amiket önmaga átél, és ő szerzi tapasztalat, szerintem annál nagyobb dolog nincsen. Így van. Nos, ez a tapasztalat szerzés megvolt, hiszen már akkor is a dobogós helyen fordultatok, és a tavasz meg rendkívül jó sikerült, vereség nem volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, 2 döntetlen volt az egészben, és nagyon stabilan a második helyen végeztetek. Azt mondtad te a záró nyilatkozatba, a kedves nézők is láthatták összefoglalóba, hogy az első helyezett Turkeve megérdemelte az aranyérmet, de Jászapáti is megérdemelte az ezüstérmet. Így van. Ha csak egy példát tudok erre mondani, hogy ugye Turkeve egy évvel hamarabb kezdte, én jól tudom, ahogy én velük beszéltem, ők egy évvel hamarabb kezdték ezt a dolgot, ők annyival szerintem egy kicsivel előttünk is jártak, de viszont azt is el kell, hogy mondjam, azért Turkeve lett a bajnok, ő neki egyetlen egy veresége van ellenünk, és ott viszont döntetlent játszottunk, tehát a bajnoktól nem kaptunk ki, azért nem kis dolog, egy újonnan alakuló csapat számára véleményem szerint. Így van. Tehát az ezüstérmet mindenki elismerte, azt jelenti, hogy az ősztől a megyei második osztályban folytathatjátok, ahol már nagyon kemény meccsek várnak rátok. Bár azt mondta nekem Mennyhár Dani, hogy nagyon jó, hogy a harmadosztályt befejeztétek, mert igen érdekes meccsek és játékosok voltak, de a megyei második osztályban azért már teljesen másképp futballoznak, képzettebbek a játékosok. Mit vársz a megyei második osztálytól? Hát természetesen úgy, hogy a Dani is mondta, hogy
ugye meg kell ízlelni, mert meg kell szokni ezt a légkört, nem lebecsülve, mert minden tiszteletem azok a játékosok is, akik megye háromba futballoznak, és szó szerint valahol edzés nélkül csak hétvégén, de ők annyira szeretik a futballt, hogy hétvégén is futballoznak. Természetesen hosszú távú célunk mindenféleképpen az lett volna, hogy innen föntebb lépni. Ez hál' Istennek sikerült is. Az első fél év után egy második fél évre ugye azt tűttük ki célra, hogy első-második helyen végzünk. Ez sikerült. Most jelen pillanatban ugye megy a másodosztályra vagyunk feljogosítva. Természetesen ezzel fogunk is élni. És én úgy gondolom, hogy mint újonc csapat, egy megy a másodosztályban természetesen jobb csapatok vannak, én is úgy gondolom. De egy tisztos helytállásra, egy bennmaradó helyen szerintem mindenki elégedett lehet. Azt nem mondtuk, bár nagyon sokan tudják Jász Apátin és a környékben is, hogy Mennyhár Dani lett a harmadik osztály gólkirálya. Nagyon sok gólt szerzett mellette Vojak Peti, és kitett magáért, pedig csak a második szezonban a tavasz idényben futbolozott nálatok. Nagyon szépen összeért a csapat. Ki tudná még emelni egy-két játékost, vagy pedig azt mondod, hogy ez egy csapatmunka volt? Igaz, hogy a Mennyhár Dani rúgta a gólokat, de hát azok is kellettek, akik odaadták neki. Ez így van, ebbe teljesen igazad van. Szinte el is mondtad összességében, de azért tudnék még kiemelni embereket, mert összességében így van, hogy te mondtad, tehát csapatmunka volt ez, de azért, hogyha azt megnézzük, hogy 41 edzés volt a tavalyi, vagy hogy most a tavaszi szezonban 41 edzés volt, 37 fő vett részt, és mondjuk ebből a 41 edzésből egy Birkás Máté 38-szor vett részt. Én szerintem a Mátét is nyugodtan ki lehet emelni, sőt úgy, hogy azért a játékával is azért hozzájárult, hogy a csapat magasabb osztályba kerüljön. De úgy, ahogy mondtad, egy Vojak Péter, aki most érkezett a csapathoz, vagy egy Budai Imre, aki ugyancsak most érkezett, csak erősítés jelentett a csapatnak. Természetesen Mennyhár Daninak, mint megyei gólkirálynak a harmadosztályba egyértelműen, de azért én úgy gondolom, hogy összességében az egész csapatra lehet mondani azt, hogy meg dicsérendő. Volt 16 éves játékosunk is az Urbán Kristóf személyébe, akit úgymond mély vízbe kellett bedobni, mert a Nagy Krisztián Jász Dózsa ellen olyan súlyos sérülés szenvedett, belső védőt játszott, ugye az egy nagyon meghatározó poszt, és egy 16 éves srác került oda, és el kell mondjam, hogy én szerintem jól megállt a helyét, úgyhogy ezen is csak gratulálni tudok neki is. A felnőtt csapatról még egyetlen egy gondolatot, ugye magasabb osztály és csapat összetétel ilyenkor szokott a csapat erősíteni. Van-e szándékodban erősíteni, és ha véletlenül tudunk már nevet mondani, akkor mondjuk ki, de ha nem, akkor meg csak azt, hogy szándék van. Hát az igazság, hogy körülbelül olyan, tehát ugye amikor elkezdtem ezt az egészet, hogy újra felnőtt csapatot próbáljunk összehozni, akkor ugye az ember leült, és akkor egy számadást vett, hogy kik vannak számításba. Ezt szó szerint papírra vetette az ember, és én úgy gondolom, hogy ennek a 90%-a már visszatért Jász Apátira, de van még, aki most lesz visszatérő, az 1000%-ra mondták nekem, hogy ő visszajön, a Urbán Kristófnak a testvére, az Urbán Ádám, ő jelezte a János Idáról, hogy ő vissza szeretne jönni Jász Apátira, és ami még nekem egy kicsit örömteli dolog, hogy vidéki játékos is jelezte volna, hogy ő szívesen csatlakozna hozzánk. Én erre azt mondom, hogy mindenki előtt nyitva van a kapu. Egyetlen egy dolgot, amit én úgy gondolom, hogy ezt megpróbálok megkövetelni, és ezt be is próbálom tartatni a csapattal is, hogy nekem nagyon fontos, hogy öltözőn belül, öltözőn kívül, pályán belül a viselkedés az, ami nekem nagyon fontos. Ehhez ragaszkodok. Én úgy gondolom, hogy ha valaki ennek megfelel, akkor természetesen is tud, erőssége lesz a csapatnak, akkor szeretettel válni. És a posztok sem kiadottak, hogy ha nem, erre meg kell küzdeni, ha már többen is jelentkeznek innen a környékről. Tehát nincs egy állandó poszt, hanem mindig a legjobb játékosokat fogod pályára küldeni. Így. Harcoljanak meg azért a helyet, hogy Jász Apáti csapatába játszanak, ugye? Így van, így van. De viszont azt is el kell, hogy mondjam, volt szerencsém, ugye hál' Istennek azért az ifi meg a felnőtt között is van átjárás. Uh-huh. És azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy azért az ifibe is vannak igen tehetséges játékosaink, és azért egy vidéki játékosnak azért jobban be kell, hogy jobb teljesítmény nyújtson mindenféleképpen. Mint egy helyi Jász Apáti. Mint egy helyinek, egyértelműen. Ezt én is megtapasztaltam az elmúlt időszakokban.
De hát még egyszer hangsúlyozom, az IFI-ben is vannak igen tehetséges gyerekek, és úgy elszorgalmazzuk a Lencse Attilaikkal is, hogy előttük is természetesen nyitva áll a kapu, meg is lehet nézni, hogy azért fiatalok is játszottak elég szép számban. Igen. Fiatalokat említetted, még van egy kevés időnk. A U19-es csapatot Bíres Gábor, a 16-ot Urbán Tamás vezényelte, és a mindkét gárda az 5. helyen végzett. Ez megítélésed szerint ez egy jó teljesítmény, ez ugye egy középmezőnynek tekinthető. Az első évben, hogy ilyen magasra emeltétek a lécét, én azt gondolom, hogy ez is jó. Én úgy gondolom, hogy így, ahogy mondod, tehát ugye a Bíres Gabi a U19-nél az edző, a U16-nál meg Urbán Tamás, akiknek megint csak köszönettel tudok tolmácsolni a köszönetemet a munkájukért, mert én szerintem nem akármilyen munkát végeztek, és én mindig azt mondtam mi nekik is, hogy ő nekik még úgy lehet, hogy nehezebb dolguk van, mint nekem, mert ugye a korosztálytól függő, ugye, a Bíres Gabinak is inkább olyan problémái voltak jobban, hogy megértesse velük, hogy ő el szeretné érni egy célt, és hogy ezeket megértetni velük, hogy ahhoz ezért mi kell dolgozni is. Igen, hogy mit kell. Tehát dolgozni. Jönni kell, igen. Ugye, edzésre is. A Tamásnál ugyanez a helyzet. A Tamásnak meg annyi olyan nehéz munkája volt, hogy ő úgy kapja meg a gyerekeket, hogy nagypályán még nem is voltak egyáltalán. Uh-huh. És én véleményem szerint ugye a Bíres Gábor, ő negyedik szeretett volna lenni, a végén lecsúsztak róla, de én úgy gondolom, hogy minden dicséretet megérdemelnek mind a két szakember a elvégzett munkájáért. És a vezető edző is, hiszen a második lett a csapat és az elemek teljesítmény. Én nagyon sok sikert kívánok a megyei második osztályban, és a mai beszélgetést nem fejezhetjük be másképp. Felhívtuk a figyelmet is, hogy ugye a világbajnokság van. Tajti József, kit jósol világbajnoknak ebben az évben a VB-n? Hát nem könnyű a helyzet, mert ugye mi csak most kezdődött, és a csapatok most játszanak, de én azért én úgy gondolom, hogy én brazil árra tippelek mindenféleképpen. Hát jó, hogy majd meglátjuk. A brazilok is nagyon örülnének neki, nagyon sok magyar is, hiszen megoszlik ugye a szurkolás. Ezért jó a labdarúgás, mert mindenütt van szurkoló. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, sok sikert kívánok, és a végén meglátjuk, hogy ki lesz a világbajnok. Nagyon szépen köszönöm. A nagypályás labdarúgás után nézzük, milyen sportesemény vár ránk a közeljövőben. Ebben lesz segítségemre Kónya György, a Nyezberényi Kispályás Versenybizottság elnöke. Szervusz György, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szervusz Tibor, köszöntöm a kedves tévénézőket, én köszönöm a lehetőséget. Nos, nagy fába vágta a fejszélyét a versenybizottság, és gondolom van támogató is, hogy Nyezberényben, ha jól tudom, először, bár lehet, hogy volt régebben is, én nem emlékszem rá, strandfoci bajnokságot rendeztek. Strand futball mérkőzések természetesen voltak, de szervezett formában ez idáig még nem volt. Akár kupa, akár bajnoki rendszerben nem tartottak még ilyen és ehhez hasonló rendezvényt. Az ötletünk onnan adódott, hogy Jászapáti már évek óta egy csekély létszámú csapattal meg szokták rendezni, és innen vettük a bátorságot, hogy mi is megpróbáljuk ezt az idén megszervezni. Ez a városi strandon lesz, ugye? Ez természetesen a hűtőgépgyári. Ja, nem a városi strandon, a hűtőgépgyári strand létesítményen lesz. Aha. Ott adottak a feltételek. Sajnos a benti strandon nincsen olyan lehetőségünk, hogy mély homokos pályát nem tudunk előállítani. Úgymond, kicsi a lehetőség. És kicsi a méretbeni lehetőség is a benti strandon. Tehát akkor a hűtős strandon lesz, hány csapat nevezését fogadjátok el? Helyesebben hány csapat kell ahhoz, hogy meg tudjátok rendezni a bajnokságot? A kérdés nagyon jó. Mint tudjuk, minden kezdet nagyon nehéz. Itt is arra számítunk, hogy még ezt majd valamilyen szinten népszerűsíteni kell. Mi lenne a legjobb népszerűsítés jövőre? Az idei bajnokságban résztvevő csapatok, ha elmondják, hogy igenis színvonalas, jó, barátságos mérkőzések kerültek megrendezésre. Amire számítunk, egy 8-10 csapattal már elégedettek lennénk, de természetesen egy 6 csapatos létszámtól már készen állunk arra, hogy ezt a bajnokságot kuparendszerbe, ami azt jelenti, hogy egy nap több mérkőzés is játszik egy csapat, tehát hogy meg tudjuk rendezni a következő hónap folyamán. Nos, hány fő csapatok nevezhetnek? Gondolom, hogy azon a napon az a fő, amit majd mondasz, nem kell beléfőt fizetni, hanem a népsorba szereplő srácok bemehetnek, és akkor futballoznak egy jót. Igen, és természetesen itt említeném meg a Jászberényi Nonprofit ZRT, mint fő támogató. Önnek itt kulcs szerepe van ebben.
ugyanis biztosította, hogy az a csapat, amelyik azon a napon játszik, sőt az az 5-6 csapat vagy 8 csapat, annak csapatonként 8 fő reggeltől estig ingyenesen beléphet a strand területére, illetve ott tartózkodhat. Tehát magyarul a csapat létszám 8 fő, és azok azon a bizonyos napon igénybe vetik a strand szolgáltatásait. Nos, ez nem soká kezdődik, azt is mondtad, mi a nevezési határidő és hol lehet jelentkezni nálad? Sokan tudják a telefonról, esetleg a kispályás honlapon. Igen, igen, ugye mivel évek óta már a kispályás labdarúgást szervezzük, a KG felirat, ahol megjelenik, ott már tudják, hogy kiről van szó, és már a napokban is nagyon sokan hívtak ezzel kapcsolatban. Annyit kell róla tudni, hogy a 30-ai napon, e hónap 30-án szombaton kezdjük a mérkőzéseket. Miért 30-án? Mert hogy 23-án még játszunk. És itt említeném meg, hogy a városi bajnokságnak ez a 30. fordulója non-stop, ami november 1-e óta tart. Terem, illetve a műfias bajnokság, tehát nem volt más választási lehetőség, mint hogy a 30-ai nappal elkezdjük, és mint mondottam, 3-4-5 héten keresztül nem pattogjon a labda, hanem guruljon a labda a homokban. Igen, tehát ez nagyszerű dolog. Van a tavasszal ősszel a műfias bajnokság, télen be lehet menni terembe, és még nyáron sem kell pihenni a kispályás kedvelőknek, azok meg strandfocira jelentkezhetnek. Igen. Ugye nekünk az 52 hétből 45 hét futballt jelent, és igény van rá. Hihetetlen, de 45 héten keresztül, egész évben, hétvégeken, igenis együtt vagyunk, barátok, játszunk, utána megiszunk egy üdítőt, esetleg egy sört, de ez egy nagyon nagy családot képvisel ez a kispályás labdarúgás. Azért szoktuk ezt mondani, hogy a nyárság legnagyobb tömegsport rendezvénye, mert itt minden játékos, civil, amatőr és a hét közben elszenvedett lelki sérüléseket itt le tudja vezetni. Ez a fő lényeg, nem? Hát igen, ez is a fő lényeg, illetve van még egy fő lényeg, ezt természetesen viccesen mondom, hogy a főnök a beosztottal együtt játszik, illetve ellenfélként játszik, és így egy kicsit lehet törleszteni a hétközi atrocitásokért. Tehát hát természetesen viccként mondom, de igen, van ilyen cukkolás egymással, hogy de a főnöknek ez, így van. Ez jelenti, hogy nagyon jó hangulat. Természetesen nagyon-nagyon baráti hangulat. Még egy dolgot, Gyuri, ezzel kapcsolatban, hogy kik játszhatnak, akár NB1-es játékos is kerülhet egy-egy csapatba? A versenybizottság úgy döntött, hogy ebben a strand futball bajnokságban nincs korlátozás. Se nemre való tekintettel, sem profizmusra való tekintettel, tehát gyakorlatilag akár NB1-es labdarúgós játszhat, illetve nagyon nagy tisztelettel, szeretettel várnánk a lányokat is, hogy nevezzenek nem külön csapatként, hanem úgy, mint a városi bajnokságban a fiúk között. Egyetlen egy kitét azért van természetesen, hogy 16 év fölötti legyenek a játékosok, ugyanis a baleset veszélynek nem szeretnénk kitenni egy gyermekkorú játékos, ugye az egy nagy test ráesik, megrúgja, a labda eltalálja, tehát magyarul 16 év fölött bárki játszhat. Igen, egyetlen egy dolog még, hogy az első három helyezett csapat miben részesül majd, milyen jutalomban esetleg? A JVV ZRT felajánlása a díjazás. Igen. Természetesen, mint mindig, kupa, oklevél. Ez természetes dolog. Ezen felül az első helyezettnek, 8 főnek felajánlotta a cég, hogy ingyenes belépőt biztosít az állatkertbe, a strandra és a jégpályára. A második helyezettnek már egyel kevesebb, már csak a strandra és az állatkertbe. Igen. A harmadik helyezettnek még egyel kevesebb, csak a strandra biztosít ingyenes belépési lehetőséget. Ez mennyi időre szól? Fél éven belül bármikor felhasználhatják, és ami itt nagy dolog, hogy családostól használhatják fel. Igen. Nos, a labdarúgó világbajnokságot éljük, mindenki azt nézi, tőled is megkérdezem, hogy te véleményed szerint ki lesz a világbajnok? A szívem szerint, és azért általában az nagyon nagy játékerőt képvisel a spanyol labdarúgó válogatott, természetesen mivel barcelonás vagyok, nem mondhatok mást, csak hogy a Spanyolország. Inkább pontosítanék, én azt gondolom, hogy Spanyolország, Németország, Brazília,
A négy között. Igen. És hogy még ki lesz a negyedik meglepetés, mert általában mindig van egy meglepetés. Tehát maradjunk akkor a spanyoloknál. De a kocsi kulcsomat, mint szoktam mondani, nem merném azért rátenni fogadásként. Hát igen, hát azt hiszem, ez végszónak is jó. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. Hát reméljük, hogy a világbajnokság továbbra is jó folytatódik, jó meccsek voltak eddig is, és ti meg pedig a strandfocit kezdjétek el, és akkor legyen ez is hagyomány. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy segítettél ebben. Viszontlátásra! Ezzel sportműsorunk végére értünk. Esetleg azok a nézők, akik lemaradtak műsorunkról, megnézhetnek bennünket a ismétlésekben és a Facebookon is ott vagyunk, sőt még a YouTube csatornán is. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra várom önöket, töltsék kellemesen a hetet. Addig is a viszontlátásra! Műsorvezetőnket a Jászberényi Daniel öltönyüzlet öltöztette. A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.